Na hát akkor folytassuk tovább. És mint látható, délutánt egy kis laza hálózati résszel nyitnánk. Ez egy nagyon jó témakör, mert attól függ, hogy éppen mennyire van az embernek hangulata hozzá, le lehet zavarni 3 perc alatt, nyilván nem lehet belőle megérteni semmit, meg el lehet húzni 2-3 hónapig, hogy mindent elég részletesen kivesézzünk. Hát majd meglátjuk. Meglehetősen tömény lesz, még ahhoz képest is tömör, mint ahogy én eredetileg szerettem volna legyen. Mindenesetre úgy gondolom, a legalapvetőbb dolgok azért benne lesznek, tehát legalábbis elindulni nagy eséllyel mindenki fog tudni. Kezdődik ugye ezzel, hogy hálózat alapjai, ami elvi szinten az itt jelenlevők számára nem lenne szabad, hogy újdonságot tartalmazzon. Gyakorlatban ez eddig még soha nem jött be. Tehát volt biztos 1 vagy 2 olyan ember, akinek vagy egyszer, vagy azzal, vagy avazzal részével, de mondjuk így finoman hiányosságai voltak. Aztán persze olyan is volt, hogy nekem voltak hiányosságai, úgyhogy nyugodtan javítsatok ki, ha valaki úgy érzi, hogy amit elmondtam, az nem teljesen fedi a valóságot. Szóval, picit leegyszerűsítve a dolgokat, ahhoz, hogy a gépek kommunikálni tudjanak egymáshoz, kell szükséges valamiféle hálózati kapcsolat. Hogy ezt konkrétan milyen hardware intézi, azon most különösebben nem érdemes részletekbe menően nekiállni, vitatkozni. Nyilván volt egy időszak, amikor mit tudom én, 10 megás Ethernetet, vagy egy abszolút Arknetet használtam a gépek hálózatba kapcsolásához, hogy lehetne még vissza, hátrébb menni az időbe, nyilvánvaló módon. Olyan időszak is volt, amikor 9600 módos modemen zajlott a hálózati forgalom, de ez ma már azért annyira talán nem jellemző. Elsősorban jellemzően 100 megás, inkább gigabites Ethernet hálózatok. Ma ugye egyre elterjedtebben otthoni hálózatban, jobb, ez nem biztos, hogy jobb, bizonyos cégeknél, wifi hálózaton keresztül zajlik a kommunikáció, és hát persze ezen kívül van mindenféle egyéb. Nem állítom, hogy ez a világ 8. csodája, de akár Bluetooth-ból is lehet viszonylag semmire nem jó, de azért működőképes hálózatot összehozni. Azért semmire nem jó, mert ugye annak ilyen 10 méteres a hatótávolsága, ami még többé-kevésbé bírható. Elvileg vannak nagyobb távolságot átvívők, ezekkel leginkább, igen, állítólag volt már olyan, akinek működik, kategóriában lehetne sorolni. Szóval általában ugye, amikor konkrét számítógépes hálózatról, munkai hálózatról van szó, akkor jellemzően Ethernet hálózatról beszélünk. Na most ehhez nyilván szükség van valamilyen Ethernet interfészre, az Ethernet interfészeknek van valami elvi szinten egyedi, gyárilag beállított azonosítója, ennek ugye szép, tisztességes, becsületes neve, a magyarul csak Ethernet címnek nevezett MAC cím, Media Access Pontra van, aki hívják egyébként, és ugye egy 2 részből összeálló azonosítóról beszélünk, ha jól rémlik az első 3 oktatja, tehát ugye összességében 24 bit. Az egy ilyen gyártóspecifikus azonosító, a második 3 oktet, úgy szintén 24 bit, pedig egy konkrét az adott példányt azonosító, és még egyszer mondom, elvileg ez egy világszinten egyedi valami. Itt nem győzöm úgy remélhetőleg eléggé hangoztatni az elvileg szócskán. Ha szerencsétek volt, és még nem találkoztatok olyannal, hogy egyszerre a hálózaton 2 gép mondja ugyanazt a MAC címet magáénak, akkor tulajdonképpen boldognak mondhatod magad, a másé nem, mert fiatal vagy. Na most, ha találkoztál ilyennel, akkor tudod, hogy az a szép ezekben, hogy ilyennek nem lenne szabad lennie. De hát előfordul. Na most tekintettel arra, hogy egy a továbbiakban már meg sem említett mechanizmus miatt a MAC cím kénytelen, kelletlen, módosítható kell, hogy legyen szoftveresen. Ezért a mai hardverek ezt jelentős részben persze támogatják is. Innen már csak egy út, egy lépés odáig, hogy ezt valaki meg is lépje. Hát akkor tulajdonképpen miért nem módosítsam, és ezzel mindenféle vicces helyzeteket állítson elő. No szóval a lényeg az, hogy fizikailag a hálózati forgalomban ez az előbb Ethernet címként emlegetett MAC cím az, ami az azonosításra szolgál. Előnye, hogy az szigorúan csak lokális hálózaton belül
számít, tehát még ha tényleg belefutsz abba, hogy két hálózati interfész azonos címmel rendelkezik, ha ezek kiszerelhető interfészek, akkor még mindig nagy eséllyel meg lehet oldani a dolgot azzal, hogy hát egy hálózat egy másik szegmensére lövett fel, ami nem direktben elérhető, és akkor az ütközés nem okoz problémát. Gyakorlatban sajnos ugye nem ilyen triviális a helyzet, azaz legalább elvi szinten kell róla tudni. Na most, túl azon, hogy a hálózati interfésznek van valami elvileg egyedi azonosítója, amit ő a fizikai kommunikációban használ, a kommunikáció során valamiféle közös nyelvet kell a gépeknek beszélni, ugye intelligensebb informatikus megközelítésben ezt valamiféle protokollként szokták emlegetni. Ma talán a legelterjedtebbnek minősíthető. A Magyarországon TCP per IP néven elterjedt, picit talán precízebb lenne IP per TCP-ként emlegetni. Mondjuk úgy, hogy egy protokoll család, ami ezen a két előbb elhangzott rövidítésen kívül még néhány egyéb rövidítéssel rendelkezik, amelyek különböző funkciókat látnak el. Na most, kezdődik a dolog azzal, hogy a gépeket ugyebár hálózatba szervezzük, ez a hálózatba szervezés egyrészt fizikai, maradjunk a klasszikus kábelezésnél, ami ugye elég egyértelmű, abból adódik, hogy mi módon madzagoljuk őket föl. Leegyszerűsítve a dolgot a ma már kihalófélben levő busztopológia esetén, gyakorlatilag úgy kell elképzelni a dolgot, mint egy főút, amiről elágazások vannak, csupa-csupa zsákutca, zsákutca végén ücsörögnek az egyes eszközök. Ma amúgy ez a fajta topológia nem jellemző, sokkal jellemzőbb a csillagtopológia, de a lényeg, hogy az egy fizikai hálózatra tartozó gépek ahhoz, hogy normálisan kommunikáljanak, ezen az előbb emlegetett TCP/IP protokollon szükséges valamiféle protokoll szintű azonosítás, már is eljutott a második sorig, az IP címig. Azaz, azon túl, hogy a gépekben levő hálózati interfészek rendelkeznek elvileg egyedi az interfészhez tartozó azonosítóval, rendelkeznek ezen kívül a hálózati, a protokollhoz tartozó, immár logikai azonosítóval, hogy az IP cím jellemzője, hogy az emberek technikailag hasonlítésszerű és ehhez hasonló algoritmusra szokták kiválasztani, hogy mégis mi legyen az IP cím. Vannak bizonyos megszorítások, aki adminisztrál hálózatot, az ezek egy jó részéről feltehetően tud. Kicsit leegyszerűsítve, ha fizikailag egy hálózaton vagy valaki mással, ám de a logikai címzés alapján különböző hálózatba tartozónak látszol, akkor fejed tetejére is állsz, akkor se fogtok kommunikálni. Természetesen a fejtetőre álláson kívül vannak ennél hatékonyabb eszközök is, tehát azért megoldható a dolog, de normális körülmények között a gépek logikai csoportosítására használt IP címek azért valami értelmes módon kell kiválasztani. Ugye ez számomra azért jó, mert tulajdonképpen mást is fölösleges volt elmondani, lévén, hogy itt nem network admin tanfolyamot, hanem Linuxot tartok. Következésképpen, ugye ehhez neked normális körülmények között semmi közöd, elbattyogsz a hálózati adminisztrátorhoz, hónod alatt a, mit tudom én, Szavjeckója Igrisztőjéval, és közben, hogy neked már pedig IP cím kell, ő a hozzá tartozó dolgot majd elintézi, megkapod egy papíron, e-mailben, postagalamon, tök minden. Általában az szokott a probléma lenni, amikor a jól képzett rendszergazda azt mondja, hogy jó, majd e-mailben elküldöm, igen, de nincs hálózatom. Na most konkrétan ez megtörtént, egy cégben egyik illető kérte, hogy segítsek neki FreeBSD-t telepíteni, és akkor telepítéstől ott tartottunk, hogy mondtam, hogy oké, nagyszerű, és mi a hálózatnak a névfeloldó szervere? Mondtuk, ő ezt nyilvánvalóan nem tudja, de majd megkérdezi. Ezzel elbattyogott a rendszergazdához, és büszkén jött vissza két perc, hogy mici mackó. Álltam, hogy amúgy mindent értek, de elismétlen én a névfeloldó szerverrel szeretnék kommunikálni. Innentől kezdve a mici mackó annyira nem segít rajtam, nem lehetne IP címet. Azt mondja, nézett rám, hát ezt mondta a rendszergazda. Ja, mindig befirtassuk. Finoman szóval a cégnek a hűlt helyét is beszántották azóta, úgyhogy tulajdonképpen nincs vele semmi gond. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye addig, ameddig nem te vagy a hálózati adminisztrátor, addig persze ezekkel a dolgokkal neked meglehetősen kevés problémád van. Normális körülmények között egy hálózatba integrálása egy gépnek következőket jelenti.
Mi van nálunk használatban? Statikus, dedikált IP címkiosztás, ekkor szovjetszkója igrisztója, és akkor lehet megharcolni érte. Jobb esetben működik, olyanba is futottam vele, hogy a fővárosi központban azt mondták a tanfolyam második napján, hogy még nem kell elkezdeni, nem is tudnád, mert a veszprémiek beletrafáltak a te oktató szervered IP címébe. Na, ha meg volt oda, hogy melyik megye milyen IP címtartományt használ, náluk elfogyott ma. Szóval vagy az, hogy statikus kiosztás van, és ebben az esetben be kell szerezni a szükséges paramétereket, vagy pedig az van, hogy ezt már végképp nem bízzák a szerencsétlen felhasználóra, és azt mondják, hogy megoldjuk mi dinamikusan, neked annyi a dolgot, hogy kapcsold be a gépet. Na most, ha ennyi a dolgod, akkor tulajdonképpen a Linux-on is pontosan ennyi a dolgod. Picit annyival lehetne finomítani, hogy az se baj, ha a hálózati interfész kábelét bedugod, de egyébként tulajdonképpen tényleg nem sok mindent kell csinálni. Na most, normál körülmények között azért még pár fogalmat tisztázunk, aztán tényleg megyünk tovább a gyakorlatilasabb részre. A hálózatban, tehát a gépek kommunikációjához szükség van erre a bizonyos logikai azonosítóra, az IP címre, amely IP címeket úgymond címosztályokba soroljuk. Na most ebbe nem akarok nagyon mélyen belemenni, ez egy eléggé régóta tartó vita. Régen maga a cím, ha ránézett az ember, egyértelműen meghatározott bizonyos paramétereket. Ezt úgy hívták, hogy classful IP címzés, azaz ténylegesen voltak címosztályok. Ha valaki esetleg fejből nem tudná, és úgy gondolja, hogy szüksége van egy 50 évvel ezelőtti információra, a dolog úgy néz ki, hogy ha fölírod 32 bites IP címen, akkor az első bitek alapján egyértelműen megmondható, hogy ha nullával kezdődik, bináris írásmód van, akkor úgynevezett A-osztályú cím. Ha 1-0-val kezdődik bináris formában, akkor B-osztályú cím. Ha 1-1-0-val kezdődik, akkor C-osztályú cím. Ha 1-1-1-0-val kezdődik, akkor D-osztályú cím. És ha 1-1-1-1-jel kezdődik binárisan, akkor E-osztályú cím. Na most kezeket fel, az E-osztályú kihallott. Igen. Oké, lépjük vissza. D-osztályról kihallott. Ezt azért használjátok, multicast címnek hívják. Köszönöm, hogy legalább valaki megmentette itt a társaság becsületét. ABC azért meg volt. Azok ugye ismerősek. Tehát lefordítom annak, aki esetleg nem tudná. Az AB és C címosztály azok a címek, amiket ténylegesen a gépek címzésére lehet használni. Fizikailag működőképesek. A D osztály az úgynevezett multicast cím. Magyarul, amikor én egy valamilyen címre tolom az anyagot, és a hálózati eszközök aktív közreműködésével egyszerre megkaphatja akár több ezer, több tízezer címzett is. Ha anno egy kicsit éppen mélyűben indultak volna neki az internet terjedésekor, mondjuk például a videó, meg rádió broadcastnak, akkor most nem ebbe gebennénk bele, hanem mindenki multicast címen nézni az RTL klubnak a talkshow-ít, nem pedig ugye dedikált IP címen, dedikált kapcsolaton. Következésképpen, amíg 10 usert kell kiszolgálni, addig jó egy közepes szerver, ha 10.000 usert kell, hát akkor gyakorlatilag szerverpancs elég. Most multicast címzés esetén gyakorlatilag egy atomos telefon röhögve el tudná látni a világot, de hát annól nem jól gondolták végig, hogy miért is találták ki a multicastot. Na most végül az a bizonyos, úgy tűnik, hogy ismeretlen E-osztályú cím, jó, annyira azért nem csoda, hogy nem hallottatok róla, az gyakorlatilag egy olyan fenntartott címtartomány, ami kifejezetten teszt célokra volt fenntartva, hogy tehát akik mondjuk új izéket akarnak a hálózaton kitalálni, azok ebben az E-osztályú címbe tartozó címekkel játszadozzanak, ezzel ugye biztosíthatjuk azt, hogy senkivel nem fogsz összeakadni. Nyilván csak azzal a másik hülyével, aki ugyanennek a tesztjében vesz részt. Na most, technikailag ezek a bizonyos címosztályok gyakorlatilag azt fedik le, vagy azt írják le, hogy ebből a 32 bites címből hány bit szolgál az egy logikai tartományba tartozó gépek közös azonosítására, kicsit gyakorlatilasabb, elterjedtebb néven, ugye mi a hálózati része a címnek, és a maradék része pedig ugye a adott hálózaton belül a gépek egyedi azonosítására szolgáló
bitek találhatók, és konkrétan mondjuk az A-osztályú címtartomány ugye úgy nézett ki, hogy 8 bit a hálózat azonosító, és 24 bit a gép azonosító. Lefordítom, elvi szinten 2 a 256-on, 2 a 8-on, tehát 256 darab különböző hálózat lehet, 2 a 24-en, ezt nem tudom, csak darabszámú egyedi géppel. Ezzel ugye az a baj, hogy 256 A-osztályú címtartomány, ebből ugye elpazaroltuk a nullás címosztályt, fenntartott. Elpazaroltuk a 127-es címosztályt, fenntartott. Elpazaroltuk a 10-es címosztályt, fenntartott. Tehát technikailag a 128 nagyon sok gép azonosítására, illetve címzésének szolgáló címosztályból ugye hármat helyből eldobtunk. Na most hát 125 akkusra elnék, hogyha mondjuk országonként kiosztálnak egyet-egyet. Jó, akkor találni kell. De ma, amikor azért ilyen esnek kellnek a sok géppel rendelkező, nagyon nagy múltú, vagy nagyon nagy jövővel rendelkező cégek, akik úgy gondolják, hogy nekik kell ekkora címtartomány, hát ez azért a 125, ez kicsit kell. A B-osztályú címtartomány ugye 16 bitet használt a hálózat, és úgy szintén 16 bitet a gépek azonosításának. Ez ugye már legalább 65 ezer hálózat, és azon belül ugye durván 65 ezer gép címzésére volt alkalmas, míg ugye a C-osztály, ugye 24 bit hálózat és 8 bit host azonosító felépítéssel rendelkezett, ami azt mondta, hogy sok, nagyon sok olyan picike hálózatot lehet építeni, ahol relatíve kevés gép van. Most mindenki eltűnődhet, hogy ez a 256, gyakorlatilag 254 darab egyedileg használható IP cím, tehát mondjuk úgy, hogy gép, az most sok vagy kevés. Nyilván legtöbb magyar középvállalat díjazná, ha neki lehetne ennyi gépe, és de ennyi hálózati eszköze, felhasználója, mit tudom én micsoda. Ez ugye manapság csak azért nem annyira távoli jövő, mert ugye megjelentek a hűtőszekrények, amik interneten keresztül rendelik meg a tejet, meg a hasonló intelligenciával, vagy tudom én, webböngészővel konfigurálható cipőhúzó kanalak és társai. Szóval a 256 azért nem kevés, de tény is van, hogy azért elég sok helyen nem elegendő. Mivel ez a fajta felosztás felvetett bizonyos problémát, ugye a világ szépen lassan elment, az előbb emlegetett class full címzésből az úgynevezett classless címzésbe, a dolog roppant egyszerű, ránézésre nem lehet megmondani, hogy a 32 bites IP cím mely része a hálózatazonosító és mely része a host azonosító. A 32 bites IP címet ki kell egészíteni még egy hát technikailag 5 bittel, gyakorlatilag még egy byte-tal, és azt mondjuk, hogy a 32 bitből hagyományosan az első 2-3-4-5-30 szolgáló hálózat azonosítására, és a maradék ugye 30-tól 2-ig tartó bit az egyes gépek azonosítására. Azaz, gyakorlatilag a mai világban, tudtam, a mai elterjedt és kevésbé elterjedten használt oprendszerek IP megvalósításai mind ugyanúgy működnek, ha nem egyértelműen adod meg a dolgot, azaz te a hálózat konfigurálásánál kizárólag csak az IP címet adod meg, és elfelejtkezel a netmasknak nevezett paraméter megadásától, abban az esetben vállat van, és azt mondja, hogy ja, hát akkor ennyit a classless címzésről, visszaváltunk classfullba. Tehát bináris átírás eldönti, hogy akkor ez most AB vagy C osztályú, per 8, per 16 vagy per 24-es IP címtartományban tartozó cím. Ami egyébként nagyon jó, mennyiben tényleg ezt használod, és iszonyatos kavar tud okozni, de valamiért mégsem. Azaz, az, hogy te bekonfigurálod a géped a hálózatba, és tudjad a hálózati paramétereket, első körben azt jelenti, hogy tehát statikus címkiosztás van, igen, akkor mi a nekem rendelt IP cím? És mi a hozzá tartozó netmask érték? Netmaskot meg lehet adni ugyanolyan formában, ugyebár, mint az IP címet, 4 darab egymástól ponttal elválasztott decimális szám, ugye 255000 az A-osztály netmask, 255000 B-osztály, 255000 ez meg ugye a C-osztály netmask. Meg lehet adni hexában, azt már azért nem mindenki szokta dekódolni így azon nyomban, és ugye a modern világ találmányaképpen ugye megadjuk ugye
hány darab bit az elejétől számítva, mint az előbb mondtam, per 8, per 10, per 11, per 27 stílusban, de ez a két információ kell. Na most, a hálózat elvileg, tehát ugye az logikailag kiválasztott, logikailag csoportosított gépek együttese rendelkezik egy úgynevezett hálózati címmel. Ez ugye egy olyan IP cím, amelyben a hálózati részek bitjei a valós értékkel bírnak, még ugye a hostot azonosító bitek mindegyikének nulla az értéke. Ennek ugye szép, tisztességes, becsületes meg az, hogy hálózati cím. Van egy elvileg szintén használható másik speciális cím, amelyben a hálózati rész ugyanúgy a valós információkat tartalmazza, még a 32 bit host bitjei mindegyike csupa egyes értékkel bír, ez pedig ugye a hálózat úgynevezett broadcast címe. Elvi szinten mind a hálózati cím jelenti a hálózatot, tehát tulajdonképpen a hálózatot alkotó összes gépet, mind a broadcast cím jelenti a hálózat összes gépét. Ez mondjuk jó 10 évvel ezelőtt azon a szinten is működött, hogyha a, itt most nem magyarázom, aki nem ismeri, nézzen utána, Ping nevű segédszoftverrel megcímeztem a hálózati címet, akkor boldogan válaszolt a hálózat minden éppen bekapcsolva levő gépe. Ha megpingeltem a broadcast címet, arra is válaszolt a hálózat minden aktív gépe. Na most, mivel okos emberek arra jöttek rá, hogy a szoftverfejlesztő is csak ember, következésképpen ugye a ló a négy lábával megbotlik, hát ugye pláne az ember a kettővel. Tehát nagy eséllyel minden szoftver úgy, ahogy van, némileg hibás, tehát mivel rájöttek, hogy mi lenne, ha utána néznék, hogyha a hálózati megvalósításokban milyen jellegű hibákat alkottak meg azok a csodálatos fejlesztők, és ennek köszönhetően igen érdekes dolgokat kezdtek el alkotni. Ennek az lett a következő, hogy szépen lassan a világ leszokott arról, hogy például a broadcast címre, vagy a hálózati címre küldött csomagokra bármely gép is úgy érez, hogy neki ahhoz neki bármiféle köze lenne, válaszolni kéne. Ma tulajdonképpen, mondjam, hát a fehér holló ahhoz képest egy elég sűrű élő lény. Amilyen sűrűséggel olyan módot ténylegesen lehet találni, aki tényleg úgy gondolja, hogy ez a forgalom az neki szól, és neki erre reagálni kell. Hogy világos legyen, emlegettem itt például ezt a multicast címet. A szabvány például azt mondja, hogy a multicast cím az egy hálózati csomag céljaként megadható cím. Feladóként nyilván van valaki valódi unicast, egyedi gépet azonosító címmel. De mi lenne, ha beküldenék a hálózatba egy csomagot, aminek a feladója is multicast cím. Sok intelligensen megírt hálózati szoftver azt mondta, hogy tényleg mi lenne? Hát nyilván válaszolni kell erre a címre. Tehát ugye becsolálkoztam egy nyomorult hálózati csomagot egy tényleg multicastra felkészített környezetbe, ez ugye kimegy 13.628.000 géphez, aki mindenki boldogan válaszol a multicast címre, tehát kimegy mindenkitől 12.627.000 géphez, aki mindegyike válaszolni fog, mindegyiknek. Ezt nem lényegesen jobban lehet látványosan lejátszani, hogy nem multicast címet használ, nem jellemző, hanem mondjuk a broadcast címet, amely broadcast címet nem célcímként állítom be egy csomagban, hanem feladóként, amire persze minden rendes gép válaszolni fog. Mindenki mindenkinek, ugye elég rendesen le lehetett vele ültetni a hálózatot. Na, szóval ezek a jókedélyű titánok voltak azok, akiknek köszönhetően ugye ma már az, hogy hálózati cím az egy inkább elméleti valami, mint gyakorlatban használható dolog, mint ahogy a gépek összességét elérő broadcast cím is sajnos ma már egyre inkább csak az elmélet kategóriában sorolódik. Tehát meg lehet címezni, de nem biztos, hogy bárki reagálni fog, vagy bárki úgy érzi, hogy neki ez akármit is csinálja kell. De ettől még ugye arról illik tudni, hogy tehát a gépemnek van magának címe, a gépem címéhez bizony erőteljesen hozzátartozik egy úgynevezett subnet mask, vagy net mask, vagy alhálózati mask, és egyébként a gépem valamilyen hálózatban van, aminek saját címe van, illetve a hálózat összes gépét meg tudom címezni, mondom sajnos ma már csak elméletileg ugyan, de ezzel a bizonyos hálózati
az összes nódot azonosítunk be ott HC-nek. Na most, abban az esetben, hogyha csak egy darab fizikailag és logikailag is összekapcsolt hálózatunk van, akkor itt abban is lehetne hagyni, abban a pillanatban, hogyha több logikai címtartományba tartozó gépünk van, akkor még egy plusz információt bele kell zavarni ebbe. Ezt úgy hívják, hogy útválasztás, vagy csomag továbbítás, routing. Lényege, mi módon ér el egy A hálózatban levő gép egy B hálózatban levő gépet. Ehhez viszonylag könnyen kitalálható, hogy egy normálisan felkonfigurált környezetben kell valami olyan átjáró, aki mind az A hálózatban, mind a B hálózatban belát, és mellékesen hajlandó is ellátni ezt a bizonyos routing funkciót. Azaz, lassan eljutottunk a végére, ha ezek az információk a rendelkezésedre állnak, akkor lassan elkezdhetsz hálózatot konfigurálni. Tehát IP cím és netmask, egyéb iránt az IP cím netmask párosul ugye mind a broadcast cím, mind a hálózat címe. A network cím kiszámítható, ugye egyszerű bitműveletekkel. Ezen túlmenően neked már csak gyakorlatilag a hálózati kijáró, vagy ha mondhatom ugye elegánsan, a default router, default gateway, az alapértelmezett eszköz, lehetőség szerint címe az, ami szükséges ahhoz, hogy a hálózatba a gépet bekonfigurál. Na most, addig, ameddig kizárólag a hálózati eszközöket használtunk, amelyek egyetlen egy fizikai sebességet, egyetlen egyféle beállítást voltak képesek produkálni, addig a dolog egyszerű volt. De azóta, hogy például van olyan, hogy half duplex adatátvitel, full duplex, van olyan, hogy több sebességet tudó hálózati interfészek, ugye régen 10/100-as, ma már ugye 10/100/gigabit esetleg, ugye. Még ezen is túl, abban a pillanatban sajnos szükség van egy relatíve alacsony szintű konfigurációra. El kell magyarázni, hogy annak a szerencsétlen hálózati eszköznek a kommunikáció során milyen módon kell ezeket a jellemzőket beállítani. Hogy világos legyen, legtöbb modern hardware képes arra, hogy ezeket a paramétereket gyakorlatilag automatikusan megbeszélje a madzag túlsó végén álló eszközzel. Szép magyar szóval auto-negotiation-nek hívják, azt amelynek során ők letárgyalják, hogy jó, full duplex adásvétel, egyébként gigabit használható. Szuper, nagyon jó. Egyetlen probléma van. Mi az az egyetlen probléma? Amikor nem működik a dolog. Ezzel egyébként jókat lehet szórakozni, nekem 15 év tanítás után, amikor ugye átlag azért havonta egyszer elmeséltem a történetet, megtörtént velem az, hogy sikerült egy olyan kombinációt előállítani, mert 15 éve meséltem, hogy A gyártó szervere B gyártó switchével, és két hétig nem jöttem rá, hogy miért olyan furcsán működik a hálózat. Aztán két hét után leesett, hogy hát igen, kicseréltem az egyik komponenst, és bizony, nem megy az auto-negotiation. Ja, tényleg, persze. Rendben van, hát ugye pont ez a két név van ráírva a két dobozra, akkor utána már ugye rövid bűvelet, valamelyik végén a madzagnak kikapcsoljuk a dolgot, elmagyarázzuk neki, hogy 10-100-as, mi mindegy, csak valami fix legyen, és onnantól kezdve a dolog érdekes módon meggyógyult és működött. Na most én nem vagyok egy hálózati szakember, ebből azért ugye remélem levonható a következtetést, tehát elképzelhető, hogy valaki ezt álmából felébresztve három vödör konyak után is tudja, nekem eltartott egy darabig, noha elben tökéletesen tudtam, hogy mi a probléma, de valahogy nem jutott eszembe. Na, ez ilyesmi előfordul. A lényeg, mivel vannak ilyen relatíve alacsony szintű, mondhatni majd, hogy nem hardverétek szintjén elvégzendő konfigurációs dolgok, ezért ehhez vannak eszközök Linux alatt, amivel ezeket a paramétereket piszkálni, vagy ha csak annyival lekérdezni lehet. Hát, mint látható, ugye fölírtam kettőt is belőle, a minősítés magáért beszél, MIUI Tool-nak hívják azt a jószágot, amely a régebben kitalált, ma elavultnak minősített jószág, és ETH túlnak a modernebbet, a szebbet, a jobbat,
nem véletlenül írtam föl mind a kettőt, sajnos a mai napig lehet találkozni olyannal, hogy az egyikkel megy, a másikkal nem, de olyannal is, amikor fordítva. Úgyhogy ne menjünk bele abba, hogy miért, leginkább nem tudom, mert annyira nem érdekel tanulnom. Én ennyit jegyeztem meg belőle, hogy ha valamilyen csoda folytán az ETH túlra nem vagyok képes beállítani, akkor túl az, hogy nyilván én vagyok a hülye, próbáljuk meg a mi túlra, hát ha azzal megy. És a tapasztalat az, hogy igen, a másikkal ilyenkor szokott működni. Ezért aztán az, hogy elavultak minősítették, hát ez minősítés pont, de legalábbis tudjál róla, hogy esetleg van olyan is. Az külön élvezet, hogy egy meg nem nevezett disztribúcióban alapból, ami így túl van feltelepítve, pedig modern, mai, friss, meleg, nem pedig az ETH túl, amikor ezzel szembesültem először, akkor azért picit elültem, hogy de hát egyébként a saját leírások szerint is a mi túl az elavult, akkor miért ezt adják? Na mindegy. Szóval, ha ilyesmit kell, akkor ezt a két eszközt érdemes piszkálni. Elvben egyébként eltekintve, ha nem megy helyzettől, nagy eséllyel ezekre az eszközöknek a kézi használatára az életben nem lesz szüksége. A lényeg a következő. Majdnem mindegyik mai modern Linuxos terjesztés a következő rendkívül egyszerű, logikusnak tekinthető elvet vallja. Ha van egy hálózati interfészed, akkor annak van valami neve. Ez egy logikai valami, tehát igazság szerint nyilván nem kötődik túl sok mindenhez. Azaz, lehet, hogy az egyiknek Broadcom által gyártott kártyája van, a másiknak Srico, a harmadiknek Intel, a negyediknek nem tudom mi. De ha az egy klasszikusnak tekinthető 10-es, 100-as gigabites, 10 gigás Ethernet, akkor valószínűleg az az interfész ETH valami néven jelenik meg a rendszerben. Az egyszerű elv az az, hogy ETH 0 az első, ETH 1 a második, ETH 2 a harmadik, és így tovább. Na most, ez ügyben az a szerencsés jószág, aki Fedorát telepített, az rögtön ássa is el magát, ők az új verzióban kitaláltak valami hihetetlen logikus elnevezési konvenciót. Elolvastam azt a 4 oldalt, amiben elmagyarázták. Hát szokni kell, maradjunk annyiban. Az új Fedorában már nem így hívják a hálózati interfészt. Innentől kezdve se, sajnos egy régebb óta Linuxon szocializált ember nagy esélye már elindulni se tud. Amikor kézzel kéne hálózatot konfigurálni, jó, ez nem igaz, mivel le lehet kérdezni, hogy mit lát a rendszer, valószínűleg látni is fogjuk azt a fél kilométeres nevet, amit hozzárendeltek. A lényeg, maradjunk egyelőre a hagyományos konvenciónál. Tehát, ha gépben van egy interfész, akkor ETH 0, ha van 3, akkor nagy esélye ETH 0, ETH 1, ETH 2, valamilyen sorrendben. Egyéb iránt a fedorások lépése az pontosan emiatt történt, mert ez a valamilyen sorrend az a mai modern hardverek esetén nem teljesen egyértelműen tekinthető megbízhatónak. Nem lehet azt mondani, hogy ha ma a két Intel és a Broadcom közül a baloldali Intel jelent meg ETH nullának, akkor biztosan holnap is ez fog. Na most, ha belegondolsz, hogy konkrétan csak annyi történik, hogy újra bootolom a szervert, és ettől mondjuk felcserélni 3 hálózati interfészt, ezt azért lássuk be, nem díjaznátok. Ezért aztán vannak rá mindenféle trükkök, hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni. Na most hát az eddig használatos trükkök, azok többé-kevésbé mind jól működtek, tehát épít volt az ideje leváltani egy másikra. Ennek lett a következménye ez a fedorások által bevezetett, egyelőre számomra csak borzalmasnak minősített, de majd megszokom, kategóriájú névkonvenció. A lényeg az, hogy ma mondjuk arra nem kell számítani, hogy egy szimpla újraindítás felborítja a hálózatot, de az mondjuk nem 100%, hogyha újra is telepített a gépet, akkor még mindig ugyanaz lesz az, aki ETH 0-ként jött föl, mint aki az előző telepítésnél ETH 0-ként jött föl. Általában azt szokták mondani, hogyha valami hihetetlen fontos oknál fogva neked ez létfontosságú, akkor tudod mit? Dobáld ki a 8 interfészből az első hetet, akkor ugye marad egy, akkor ő az ETH 0 lesz. Nem gond, következő bútán berakod a következőt, ő lesz az ETH. Ez mondjuk főleg egy blade-es környezetben triviálisan megoldható. Feladatnak azért nem minősül.
Ennek ellenére általában azért ez nem akkora gáz, mint amekkora patáriákori csapok miatt, de legalább tudjál jól. Na most, abban az esetben szerver, tehát ami jellemző, de ha mondjuk a gépben van wifi interfész, akkor azt hagyományosan szeretik WLAN 0, WLAN 1, WLAN 2, akármi néven illetni. Erre is az a igazság, hogy vagy nem. Mondjuk 80%-ban így hívják, de azért még mindig lehet találkozni, elsősorban a régi elavult hardverekkel, ahol valamilyen oknál fogva másképp hívják a hálózati interfész. Na most lehet ezt meg folytatni InfiniBand-del, meg Tokenringgel, meg van még, vagy neki megfelelő kártyával, bocsánat. Szóval vannak még egyebek, ma jellemzően az ember Linuxos környezetben háromféle hálózati interfészsel találkozik. A WLAN-nal, a Wi-Fi interfészeknél, az ETH-val, a klasszikus Ethernet hálózatoknál, és a loopback interfészsel, aminek a hivatalos neve az, hogy LOW. Ez egyébként a keresztanyjánál még LOW 0 néven szerepelt, az a Linuxos világban a mai napig, bocsánat, a Unixos világban a mai napig LOW 0-nak hívják ezt a egyébként szoftveres és logikai hálózati interfészt. A Linuxosok úgy döntöttek, hogy ebből az interfészből nem lesz több. Tehát az, hogy egy gépbe én belerakok még egy Wi-Fi kártyát, belerakok még egy Ethernetet, vagy belerakok egy több portos Ethernetet, az azért gyakorlatban előfordul, de hogy a loopback interfészből csinálnék még egyet, az nem annyira. Akkor meg minek ez a különc megkülönböztetés, hogy LOW 0, hát nem lesz belőle LOW 1 meg LOW 2, hívjuk ezt az interfészt LOW-nak, pont. Innentől kezdve van háromféle interfészed, a loopback, ez arra szolgál, hogy abban az esetben is tudjál mondjuk hálózati kommunikációt szimulálni, tesztelni. Ha egyébként fizikailag még talán csak hálózati interfészed sincs, vagy van ugyan, de nem lóksz a hálózaton, nem vagy rákonfigurálva. Hát a Wi-Fi ugye tudjuk mire jó, a Ethernet többé-kevésbé tudjuk mire jó, azt tudjuk általában, hogy mire használjuk. Hogy mire jó, az nem biztos, hogy tudjuk. Például ugye vannak emberek, akik mai napig meggyőződésesen vallják, hogy a tokenring hálózat az lényegesen jobban működik, mint a bugyúta CSMA CD kommunikáció mechanizmust használó Ethernet hálózat. Próbáljál meg föllógatni egyetlen hálózati szegmensre 500-at, jó annyit, de 250 nódot, aztán nézd meg, hogy hogy működnek. Ami rosszabb, hogy ezt még az ArcNet esetén is hajlandók bebizonyítani, hogy jobban megy, pedig az azért már tényleg eléggé régi jószág ahhoz, hogy ne annyira legyen látványos. A lényeg, megvan az Ethernet interfészünk, vagy legalábbis bízunk benne, hogy van valami Ethernet interfészünk, föl kell őt konfigurálni. Ugye hardware szinten MIUI túl vagy ETH túl levő parancsal. Egyébként ezek azok az eszközök, amivel ha szerencsénk van, ki is tudjuk listázni, hogy a gépünk jelenleg milyen hálózati interfészeket lát. Azaz, hogy most van ETH nullánk, vagy nincs. Ha megvan maga a név, amit az operációs rendszer az interfészek azonosítására használ, akkor jön ugye az, hogy logikai szinten kommunikáljunk vele, azaz logikai szinten állítsuk be azokat a paramétereket, amiket neki használnia kell. Mint említettem, ugye két lehetőség van, statikusan konfigurálni a dolgokat, magyarul minden egyes újraindítás a külvilágtól teljesen független módon ugyanazt a IP címet fogja használni, és hiszi magáról, hogy ő ezzel a hálózaton kommunikálni képes. Illetve ugye ma már egyre jobban terjed a dinamikus használat, amely esetében kell a hálózaton némi segítség, de hogyha a hálózaton egy erre a célra beállított eszköz rendelkezésre áll, akkor a gép az indulás során valamikor valamilyen bőszavakkal eléri, hogy kapjon hálózaton keresztül a hálózati kommunikációhoz szükséges paramétereket, és ezek után tulajdonképpen majd automatikusan beállítja a meg. Na most, a dinamikus, mint mondtam, a mai jellemzőkben elterjedtebben használt mechanizmus használatáról csak annyit, hogy van egy általában DH Client-nek nevezett szoftver. Ő egy DHCP protokoll kliens, ha valakit ugye a technikai magyarázat érdekel, és ugye a DHCP
gondolom nagyon nem kell ragozni, hogy a Dynamic Host Configuration Protocol az a mechanizmus, amivel ugye megoldjuk, hogy az egyébként fel nem konfigurált hálózaton hálózati paramétereket tudjunk kinyerni valamilyen segítőkész másik szerverben. Na most, a DH klient használata úgy az esetek 99%-ában arra az iszonyatosan bonyolult műveletre korlátozódik, hogy ki kell derítenem, hogy hogy hívjuk a hálózati interfészt, ETH5, és azt mondjuk, hogy DH client ETH5. És ezzel gyakorlatilag be is fejeztük a dolgot, a hálózat valóban fel van rá készítve, tehát van DHCP szerver, aki jól van felkonfigurálva, aki úgy van beállítva, hogy nekem is szolgáltat adatokat, abban az esetben készen vagyunk, a gép boldogan meg fogja kapni pár tized, esetleg rosszabb esetben pár másodperc alatt a megfelelő információkat, gyönyörűen fel fogja konfigurálni a kommunikációs szükséges összes létező beállítást. Amennyiben azt tapasztalod, hogy nem minden beállítást állít be korrekten, ebben az esetben nyugodtan keresd magadban a hibát, miért nem csákánnyal kerested meg a rendszergazdát, ugyanis nagy eséllyel arról van szó, hogy ő felejtett el valamilyen információt nem közölni. Normálisan bekonfigurált DHCP szerver megmondja, ki az átjáró, ki a nyomtató szerver, ki a tűzfal, ki a levelező szerver a hálózatban, meg még körülbelül 4-5 dolgot, hát nyilván mit tudom én azt, hogy hol lehet akciós tejet kapni, azt éppen nem, de némelyik egyébként erre is rábeszélhető. Tehát még nagyon sok lehetőség van itt a DHCP használatban. Úgyhogy mondom, ha nem állít be mindent, akkor azért első körben nyugodtan keresd meg a drót túlsó végén ülő, illetve az azt konfiguráló emberkét, hogy bocsánat, miért felejtetted el beállítani a név szerver paramétereit? Amire ugye jön a válasz, hogy hát a név szerver a mici mackó, akkor ugye azon helyett, hogy tökön szúrnád magad, inkább őt. Na most, a lényeg, hogy normális körülmények között ennyit jelent a DHCP használata, és tényleg nem többet. Nyilván abban az esetben, hogyha nem dinamikus kiosztás van, vagy az nem jól működik, vagy hát ez sajnos nálunk úgy néz ki, hogy ez 2 hétig tart, mire végigverjük, de megsugom neked, hogy a következő tartománya a IP címünknek az szabad, akkor jön ugye az, hogy akkor ugye fél lábon állva kibírjuk azt a hátralevő 8 évet, akkor bekonfiguráljuk statikusan. Na most, a statikus konfigurálás, mint látható, kicsit érdekesen alakult a Linux világban. Kezdődött azzal, hogy eredetileg a Unix rendszerektől átvették azt, hogy a hálózati interfészek konfigurálását megdöbbentő módon az Interface Konfigurátor nevű eszközzel, az IF konfig nevű parancsal hajtjuk végre. Na most ez a nyelvbotlás kivételesen tudatos volt. Ezzel próbáltam fölhívni arra a figyelmet, amire egyébként ma már Linuxban annyira nem lehetünk büszkék, hogy még a elterjedtebben használt operációs rendszerekben mi az interface-re IP-t konfigurálunk, addig a Unix-Linux világban mi az interface-t konfiguráljuk. Ez azért érdekes, mert normálisabb rendszerekben az IF konfiggal én konfigurálhatok DECnetet, IP-t, IPX-et, SNA-t, kinek mire van igénye, és nem csak IP-t. Az más kérdés, hogy a Linux ezt a elvi megvalósítást, ezt elég hamar kinőtte, és azt mondta, hogy hát IF konfignak hívjuk, de egyébként IP-t konfigurálunk vele. Majd utána tovább lépett, és azt mondta, hogy felejtsük el az egészet úgy, ahogy van, van egy teljesen más konfigurátor. És jelenleg ott tartunk, hogy van 2 egymással többé-kevésbé együttműködni képes eszköz. Elvileg alapszinten majdhogy nem mindegy, hogy melyiket használod. Ennek ellenére a hivatalos álláspont az, hogy van egy parancs, úgy hívják, hogy ifconfig. Elavult, meg fog szűnni, ne használd, terméketlenné teszi az asszonyaidat, és elássa a gyerekeidet, és semmit ne csináljál ezzel a parancsal. Ehhez képest a mai napig, ahogy a terjesztése 99%-a valahol a mélyben 1-2 interfész konfigurálása, azért még használja.
de amennyiben használni akarod a hálózati interfészedet, és konfigurálni is akarod, akkor vedd elő a gyönyörű, a nagyszerű, a szép, a modern, a tökéletes, és olyan. Szóval a zöld az IP-nél hallgató eszközt, ami mindent tud, de mindent másképp, és ráadásul egy kicsit mindent sokkal nehezebben megtanulható módon, azaz mai napig általánosan az a tapasztalat, hogy aki régebben szokott hozzá, még Unix időbe, vagy régi Linuxos időbe, az ameddig nem kötelező, ért csákánnyal két ember hátulról, addig IF-konfigot használ, és amikor ténylegesen belefut valamibe, aminek nem találja meg a megoldását, és három heti keresgéléssel sem találja meg, akkor esetleg hajlandó elővenni az IP parancsot. Jobb esetben egyébként meg lehet találni három hét alatt, hogy hogy kell megcsinálni az if-configgal is, és akkor megint büszkén még 10 évvel arrébb lehet tolni azt, hogy akkor az IP-re áttérjünk. Én eddig még majdnem minden erre vonatkozó kísérletet sikerrel vertem vissza, hogy átszokjak az IP-re, mert még a leggorombáttabb is, amit a fejemhez vágtak, és ami még tényleg ebbe a kategóriába tartozik, hogy az interfészt piszkálom, még azt is sikerült megtalálnom a doksikba, hogy hogy kell úgy megcsinálni, hogy az jó legyen, és akkor büszkén mondtam, egyszerűen nem értesz hozzá, csak erről van szó, és ezért akarod ezt a jó használható eszközt kidobni. Ezért aztán ugye a továbbiakban kénten kelletlen meg kell tanuljatok, vagy legalábbis én el kell, hogy mondjam, mind a kettőt, ahhoz, hogy legalább az alapszintű konfigurálást meg lehessen ejteni. No szóval, konkrétan sajnos ez volt az az ábra, aminél lehetett választani, hogy én inkább elmondom, hogy hol kezdődik és hol van vége az egyes parancsoknak, mint hogy nekiálljak és olyan kicsikre átalakítsam, hogy beleférjen egy normálisan kezelhető sorba, mert akkor már a harmadik sortól nem lehetne elolvasni, hogy mi van ideírva. Tehát, ifconfig-a a hagyományos formája annak, hogy lekérdezzük a rendszerben levő összes létező hálózati interfész, összes létező jellemző beállítását. Ebben látszódnak azok, hogy az interfész él-e egyáltalán, milyen címek vannak bekonfigurálva, milyen cím osztályokban van bekonfigurálva, világos legyen TCP/IP, vagy ahogy manapság jobban szeretik mondani IPv4, ez amiről egész eddig beszéltem a 32 bites címével, de ugye ma már elég ki, legalább a tudat kezd terjedni, hogy van egy olyan IPv6-128 bites címekkel. Tehát elvileg ugye, ugyanannak a hálózati interfésznek lehet IPv4-es, hagyományosabb IP címe, meg akár IPv6-os címe is. Sőt, mint említettem egyébként IPX-es címe is, meg IPX-es címe is, meg még lehet egy néhány egyéb fél címe is. A lényeg az, hogy tehát ebben az ifconfig-ában egy csomó ilyen információt kapsz. Azt nem mondhatnám, hogy egy kifejezetten intuitív, látványos, könnyen feltérképezhető kimenetben kapod meg az infót, de azért többé-kevésbé általában ki lehet deríteni, hogy mit látsz, és úgy 10.-20. alkalomtól kezdve már ugye rááll a szemed, hogy megtaláld azt, ami téged érdekel. Konkrétan például ilyen trivialitások, hogy elképzelhető az a kínos helyzet, hogy az interfész be van konfigurálva, csak úgymond down állapotban van. Jelentése, minden szép, minden jó, csak nem forgalmazok. Na most ez az ifconfig kimenetében rendkívül látványosan úgy szerepel, hogyha az interfész működő állapotban van konfigurálva, akkor ott egy up szócska, míg ha nem működő down állapotában van, akkor a nem látszik ott semmi szócska van. Tehát ha mondjuk kiírta volna, hogy down, akkor minden képes lenne megtalálni, így egy eléggé visszatérő probléma, de mi az Istené nem megy a hálózat, 5 óráig próbálkozom mindennel, mire végre leesik a tantusz, hogy ja, downba került, ezért azért azért. Nyilván ugye ha ketten vagyunk, akkor azért, mert a kollégának jó kedve volt, de lehetnek egyéb okai is. Na most, amennyiben egy konkrét interfész jellemzőit akarod, akkor nyilván az interfész nevét kell megadni paraméterként, tehát ifconfig LTH0, azt ezzel készen vagyunk. Megkapod ugye csak erre az egy interfészre vonatkozó hálózati paramétereket. Na most amennyiben te
konfigurálni akarod az interfészt, akkor ugye jön az, hogy megadod azt, hogy melyik az éppen konfigurálandó interfész, majd pedig megadod azokat a paramétereket, amelyek a kommunikációhoz szükségesek. Tehát ugye ifconfig rth0, első paraméterként megadod az interfész, mondjuk úgy, hogy protokollosztályát, inet vagy inet 6 szócska, na én még életben nem láttam ezt így leírva, ugyanis mivel az inet, tehát az IPv4-es protokoll a gyári alapértelmező, ezért ember még nem volt a Földön, aki leírta volna, mondván minek írjak annyit, tehát megadom a adott protokollosztályhoz tartozó címet. Tehát ifconfig rth0 100.16.1.1. Na most, mint említettem, ha nem adok hozzá plusz információt, akkor ettől, hogy csak IP címet kap a interfész, a legtöbb TCP/IP megvalósítás visszavált classful címzésbe, tehát ugye, ha csak ennyi lenne megadva, akkor a hálózati interfész felkonfigurálódna oly módon, mintha én ezt egy per 16-os B-osztályú hálózatba akarnám bekonfigurálni. Na most hát, ha jobban megnézitek, akkor ugye a példa folytatásában pontosan ezt tettem meg. Hagyományosan a netmask paraméter és ugye a hozzá megadandó netmask cím megadásával lehet ténylegesen megmondani, hogy milyen címosztályba tartozunk. Ma általában elterjedt nézet az, hogy még abban az esetben is ad meg a netmaskot, ha egyébként olyan netmaskot adnál meg, mint ami az alapértelmezés szerint neki járna. Tehát, ha csak annyit mondok, hogy ifconfig rth0.16.1.1, ami ugye itt a második sorban szerepel, ez pontosan ugyanazt eredményezi, mint ha azt mondanám, hogy ifconfig rth0.16.1.1, netmask 2.2.0.0. Na most, én személy szerint még nem találkoztam olyan rendszerrel, amelyiken kellett volna, azaz a netmaskból nem kiszámítható lett volna a broadcast cím, ennek ellenére elvileg én is tudom, hogy lehet ilyet konfigurálni. Innentől kezdve elvi síkon előfordulhat, hogy a netmask megadásán kívül azt is meg kell mondanod, hogy mi a hálózaton a hálózati cím, erre ugye az ott látható broadcast paraméter szolgál. Azaz, hagyományosan általában, amit szoktak, ifconfig interfész neve, interfészhez tartozó IP cím, az a szócska, hogy netmask és a megfelelő netmask értéket adják meg, és ezzel a hálózati interfészt bekonfigurálják. Na most, a következő, ugye technikailag ugye a harmadik, csak éppen ötödikként látszódó sorban, egy eléggé furcsa dolog látszik, ugyanis előfordul az, hogy egy gép, noha egyetlen hálózati interfész, egyetlen valódi hálózati interfészsel rendelkezik, ennek ellenére valamilyen oknál fogva több IP címet akar használni. Ennek ugye egyik jellemző használati módja tipikusan webszerverek, ahol ugye létezik ugyebár IP alapú webhosting szolgáltatás nyújtása. Aztán tipikusan ez a mechanizmus él akkor, amikor egy ilyen hát az eddigi címtartományunk helyett most szépen lassan át kell küldözni egy másik címtartományba jellegű migráció, aminek az egyik legfájdalommentesebb módja az az, hogy azzal kezdjük, hogy a szervernek adunk egy új címet az új tartományból is, és ugye biztosítjuk, hogy minden alkalmazás innentől az új interfész címen is fogadja a kapcsolatot, aztán ahogy ráérünk, úgy a klienseket szépen sorba migráljuk a régi címtartományból az újba, aztán amikor készen velünk, akkor szerverről leveszünk a régi címet. Egyéb eset is van, akkor gyerekek, most 3 hét szünet, és minden gépet egyszerre állítunk át az új címtartományba, ez is egy lehetőség, nyilván a 3 hét az erős túlzás. Na most, végül a harmadik relatíve gyakran használt mechanizmus a különböző hogy is fogalmazzam, csak HA klaszterek építése, tehát amikor ugye a rendelkezésre állás növeléséről van szó, akkor jellemzően van ugyan a klaszter módok között mindenkinek egy-egy saját IP címe, de van egy olyan, ami dedikáltan azé a gépé, aki az adott pillanatban éppen az applikációt futtatja. Ilyen esetek azok, amikor jellemzően előfordul, hogy a gép több IP címmel rendelkezik, mint ahány interfésze van.
Na most ennek a régebben elterjedten használt, ma ugye meg fog szűnni, felejtsd el, ne használd, csak gáz lesz belőle jellegű kísérőszövetnek honorált megvalósítása az, amikor úgynevezett virtuális interfészeket hozunk létre. A virtuális interfész létrehozása valami hihetetlen bonyolult művelet. Kiválasztod, hogy melyik az az interfész, akinek új címet akarsz adni, akinek tehát, ugye, vagy akiből egy virtuális interfészt kell létrehozni, RTH0, és a virtuális interfészt úgy hozod létre, hogy ebből a valódi interfész névből egy kettős ponttal, és hát egy gyakorlatilag sorszámmal azonosíthatóan létrehozol egy újabb interfészt. Elvi szinten nullától szokták kezdeni, a gyakorlat az, hogy az ETH 0 és az ETH 0 2.0 az ugyanazt reprezentálja, ezért aztán ugye technikailag mégiscsak az egyessel szokták kezdeni. Azaz az ETH 0-ra fölhúztam azt a 172.16-os címet, de ugyanerre az interfészre akarok adni egy újabb IP címet. Ekkor ugyanezzel az ifconfiggal ugyanígy paraméterezve erre a virtuális interfészre konfigurálom föl a számomra szükséges IP címet. Eredményeképpen lesz egy RTH0-ám, vagy RTH0-2.0, meg lesz egy RTH0-2.1-en. Na most ők ugyan fizikailag egy hálózati kártya, de mind a két IP címre hallgatnak, mind az IP címen keresztül tudva a külvilággal kommunikálni. Na most, ha valamilyen oknál fogva egy ilyen virtuális interfészt el akarsz felejteni, down. És ezzel ugye megszűnik, elfelejtődik, nem fog kommunikálni ezzel a címmel. Na most ennek a virtuális interfész használatnak van egy eléggé komoly hátulütője. Sajnos tapasztalat, hogy a programozók jelentős többsége egy olyan tömbbel nem tud mit kezdeni, ahol a nullától megy 55-ig a tömbindex, de némelyik tömbindexen nincs érték. Azaz, nem tud mit kezdeni azzal, hogy neked az lenne az ideális, hogyha RTH0-2.0, RTH0-2.1, RTH0-2.2, 2.3, 2.4, 2.5, tehát szépen szekvenciálisan konfigurálnád. Ez még nem gond. Akkor van gond, amikor a közepéből egyet eltüntetsz. Mondjuk 0-tól 54-ig van ugyebár 55 darab IP címed, és ebből 2-3-at úgy középpályon kiszedsz. RTH0, 2.5 már nem kell, 2.18 nem kell, 2.27 nem kell. Ez teljesen bevált és elterjedt gyakorlat, csak éppen hihetetlen mennyiségű szoftver fog azon fejre állni, hogy ő elindul és megy számok szerint, és oda, úristen, hol a 13-an? Nincs 13-as, most akkor mi van? Ezt hogy kell lekezelni? Mi a megoldás? Mit csináljuk? Emiatt aztán ma már nem szeretik használni, és helyette egy alternatívát javasolnom. Én úgy vagyok vele, hogy hát aki azért tud számolni, meg kicsit azért nem teljesen hülye, azért ezt a problémát le tudja kezelni. Ennek ellenére ma már a virtuális interfészek használata nem annyira javasolt kategóriába tartozik. Sajnos van egy hátulütője, választhatsz. Ha te egyébként más rendszerből valamiért az ifconfig parancsot ismered, és nincs kedved mást megtanulni, akkor használj virtuális interfészeket, mert azzal megy. Ha nem ismered, vagy tudod a problémát vele, vagy egyéb okokból neked jó, akkor nyugodtan szokjál át az IP parancsra, mert az IP parancsa ugye virtuális interfészek nélkül is meg lehet csinálni azt, hogy ugyanaz az interfészhez több IP címet rendeljél, csak teljesen más parancskészletet kell használni. No,